Hogyan fejlődött Pécs 2021-ben? Milyen beruházások, projektek voltak a Baranyai megyeszékhelyen, amelyek az itt élőknek hasznosak? Erről beszélt a város országgyűlési képviselője. A baloldali városvezetés ügyetlenkedéseinek és veszekedéseinek ellenére egy sikeres évet tudhatunk magunk mögött, hiszen dacára a koronavírus világjárvány körülményeinek a pécsi fejlesztések egészen magas szintre emelkedtek. Ez részben a városba betelepülő multinacionális nagyvállalatoknak köszönhető, akik a kormány támogatásával Pécset választották gyáruk helyszínéül. Dél-Koreai és japán befektetők kezdték meg működésüket a déli ipari parkban többek között tavaly, mondja a képviselő. A Pécsi Egyetem is jelentős forrást kapott a kormánytól a fejlesztéseihez, de még az önkormányzat is jól járt 2021-ben a politikus szerint. Jól járt harmadik képviselőként a pécsi önkormányzat is, hiszen a Covid-járvány miatt kiesett bevételeinek 100%-át kompenzálta a kormány 2 milliárd 50 millió forint mértékben. Kimagasló gazdasági fejlődést ért el az ország 2021-ben, mondja a képviselő. Ebben benne van a baranyaiak, pécsiek teljesítménye is. Mindenki oda tette magát, és ebben Pécs is jeleskedett, hogy a cégek teljesítménye, az emberek munkája segítsen kilábalni a 2020-as COVID következtében bekövetkezett világ gazdasági válságból. Ezzel egy olyan nagy mértékű gazdasági növekedés következett be, 6%-ot meghaladó gazdasági növekedés, ami lehetőséget adott arra, hogy idén, 2022-ben az idősek is rendkívüli támogatásban részesüljenek, hiszen a teljes 13. havi nyugdíjat egy összegben, februárban meg fogják kapni. A családosok pedig visszakapják a befizetett adójukat, miközben idéntől nem kell a 25 év alattiaknak személyi jövedelemadót fizetnie. Ez az elért gazdasági növekedésnek köszönhető. Ez a siker folytatódhat Pécsen is a polgári kormány segítségével, hiszen a baloldali vezetés ellenére is jelentős forráshoz juthatott a város a fejlesztésekhez, mondja a képviselő.